Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben Székesfehérváron, illetve Székesfehérváron született művészeket mutatunk be, hiszen bizonyítandó, hogy Székesfehérvár nem csak a királyok városa, nem csak a gazdaság és a sportvárosa, hanem a kultúra és a zenevárosa, ha úgy tetszik. Vendégem Rezsnyák Róbert, opera énekes, tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket. Nagyon régen volt, 1976, amikor megszülettél itt Fehérváron. És ez nagyon-nagyon fontos az indítatás, hiszen gyermekfővel, amikor valakinek választania kell majd a későbbi hivatásával, és el kell indulnia egy bizonyos úton, akkor fontos, hogy ezt hogy teszi, miként teszi. És hát ugye alapvetés nálunk, ha a zenéről beszélünk, a Herman László Zeneiskola. És téged is oda vitt a sors, illetve a szülők nyilvánvaló. Mi mindent lehetett megtanulni a zeneiskolában? Hogy derül ki valakiről, hogy kellően tehetséges, hiszen ehhez évek kellenek nyilvánvaló, amíg kinyílik? Így van, így van. Tehát ez az elején tulajdonképpen csak az derül ki, hogy van hozzá affinitása az embernek. És aztán az évek elteltével látszik az, hogy mennyire van tényleg elrendelve az út, hogy valaki ebbe az irányba haladjon tovább. Mikor jött el az a pillanat, amikor már tudtad, hogy mindenképpen a jövőben, a jövőd a zene lesz, ezzel szeretnél foglalkozni? Amikor zeneakadémiára felvettek. Tehát én érettségi után kezdtem el a Herman zeneművészeti szakközépben a szaktantárgyas éveimet, és az egy ismerkedés volt alapvetően, hogy vajon tényleg úgy tudom megképezni a hangom, hogy az erre az énekesi pályára alkalmas legyen. Ott botorság is lett volna azt mondani ott rögtön 18 évesen, hogy na én akkor operaénekes vagyok, hiszen egy férfinek a hangja akkor kezd el tulajdonképpen használhatóvá válni ilyen komolyabb szinten. Ki mondta először, hogy kellően tehetséges vagy ahhoz, hogy azt az utat járd be, amit jelenleg is jársz? Tulajdonképpen Marosvári Péter volt nekem, szintén fehérvári illetőségű ének és orgonaművész, aki először engem tanítani kezdett. És Zemlényi Katica például, akiről már talán előző műsorokban volt is szó, ő javasolta, hogy hozzá menjek el megnézni, hogy érdemes-e képezni a hangomat. És tulajdonképpen innen indult az, hogy évekig tartó munkával eljutottam a felvételire, ahol azért eléggé egy lapra tettem fel mindent. Ott nagyon sok egyetemi és főiskolai képzésre beadtam a papíromat, és igazából körbe turnéztem a felvételivel az országot abban az évben, hogy mondom, ha fölvesznek, akkor ebbe az irányba fogok tovább haladni. Végül is magánének művésztanár szakon végeztél. Mi mindent kaptál ez alatt az 5 év alatt? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egy fiatal énekes számára kulcskérdés, hogy azokat a mestereket, illetve azokat a tanárokat figyelembe vegye, és minden egyes mozdulatában, minden egyes pillanatában odafigyeljen, ha valóban így képzeli el a jövőjét. Ez az 5 év, ez igazából egy 6 év volt, mert az 5 és a 6 év alatt még egy opera énekesi diplomát is szereztem, Kovalik Balázs rendező vezetésével, aki elég megosztó személyiség, de azt gondolom, hogy nagyon jó volt az a fajta színházi közeg, amiben ő bevonzott bennünket.
És hát a tanáraim, mestereim, szép sorban mindenkitől igazából nyitott szemmel járt az ember, nyitott füllel járt az ember folyamatosan a Zeneakadémián, és hogyha valaki odafigyelt, csak egy-egy jó tanácsra, egy-egy mondatra akár, nem is mindig a saját tanáromtól, aki Köncs Boldizsár volt, akire nagyon nagy szeretettel emlékezem. És ha erre odafigyeltünk, akkor mindig volt valami, amivel tudtunk épülni. Akár másoknak a hibáiból is tudtunk tanulni. Ez az 5-6 év, vagy illetve 7 év immáron, az nagyon-nagyon sokat adott. Viszont kérdés, hogy miként választottál magadnak valóban hivatást, hiszen tudjuk, hogy ugye magánének művésztanár szakon végeztél először, igen. És az operaénekes az utolsó évben jött az egyetemen, igen, és igen, további 2 évvel egészült ki a képzésed. Ideje korán eldöntötted? Mi volt az indítatás? Én mindenképpen a színpad felé szerettem volna mozdulni. Tehát amikor én tudtam azt, hogy itt el lehet végezni majd az opera szakot is, akkor az nem volt számomra kérdés, hogy én azt ne próbáljam meg, ne próbáljuk oda felvételizni, és hogy azt elvégezzem, ha van rá lehetőségem. Hála Istennek volt, hiszen én gimnáziumban Schmidt Flórián vezetésével a diák színpadon már elkezdtem így játszani péntek délutánonként, akkor még József Attila gimnáziumnak hívták, aztán az utolsó évben lett Ciszter gimnázium újra, és tehát nekem ezek a pénteki délutánok, ezek mindig ünnepek voltak, hogy akkor a színpadon mozogtunk, játszottunk, és önfeledten töltöttük az időt. Nagyon-nagyon-nagyon nagy élvezet volt. Mit kaptál a tanárszaktól? Hiszen azért ez egy nagyon fontos adalék ahhoz, hogy a későbbiekben miként indul valakinek a pályája. A megalapozottságot, azt, hogy az embernek úgy megvan alapozva a tudása, az ének technikája, ami az egész életemen át el kell, hogy kísérjen. Az egy alap. És az ember ahhoz mindig tanul, mindig hozzá szed minden tapasztalatot, amit csak lehet. De azt az alapot, azt a bázist adta meg tulajdonképpen, amiből én tudok táplálkozni, amihez vissza tudok térni, és aminek kapcsán én tudok fejlődni. Az megerősítést jelentett számodra, hogy a végzésed után azonnal szerződést kínált a Magyar Állami Operaház? Hát természetesen. Szóval az a bizalom, ahogy ott az ember ezt megérzi, hogy számítanak rá, az mindenképpen szárnyakat ad az embernek. És igazából én nekem már Zeneakadémia közben volt lehetőségem a debütálásra, először vidéken, a Hamupipőke című Rossini végoperában a Dandininak a szerepét énekeltem, ami igazából egy olyan koloratúr szerep, ami szerintem üti a sevillai Borbé Figarójának a nehézségi fokát. Volt határozott jövőképed az egyetemről kikerülve? Tehát az rendben van, hogy az operaház és az egyenes útnak tűnik, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy közben azért legyenek álmai az ember fiának, amiket majd megvalósít. Hát fokozatosan, ahogy belerázódtam ebbe az életbe, és ahogy egyre inkább láttam a zenész életet, az énekesi életet, hogy zajlik, úgy fokozatosan jöttek elő azok a célok, hogy hú, milyen szerepeket lenne jó elénekelni, hogyan lenne jó az életemet tulajdonképpen vinni, és hogy mik azok az alappillérek, ami mentén én szeretném az életemet. Egy kicsit beszélgessünk azokról a neves művészekről, akik segítettek egy-egy kurzuson, hiszen itt egy pazar névsor van előttem, Hamari Júlia, Marton Éva, Kovács Kolos, Nicholas Clapton. Igen. És ráadásul Hamari Júlia és Clapton ugye Oxford, illetve Stuttgartban. Itt a kérdés, hogy Marton Évát említed elsőként, hiszen számtalanszor voltál nála. Igen. Mit lehet megtanulni tőle egy világsztártól? Ezt egy köznapi emberfia nem tudja elképzelni. Ugyanis. Igen, igen. Azokat akár fortéjukat,
akár azt a hozzáállást, ami ahhoz kell, hogy amit tudok, azt úgy tudjam előadni, hogy az remélhetőleg a székhez szögezze a hallgatót. Tehát azt, hogy hogyan kell odaállni, hogy hogyan kell egy frázist elindítani, és hová kell azt elvezetni. Ezek a dolgok akár egy énekórán is ugyanígy szó van róla, de amikor azt látod, hogy egy olyan hiteles személyiség, aki tényleg ünnepelt a világon mindenhol mindenki, és akkor azt mondja, hogy ezt csináld úgy, hogy ne így, hanem úgy, és próbáld meg. És amikor először nem sikerül, vagy majdnem, akkor menj neki még egyszer. És utána egy szerelmes ária után azt mondja, hogy na most ez annyira szerelmes volt, hogy biztos, hogy itt van a párod valahol a hallgatók között, és tényleg ott volt. És szóval amikor ezek így átjönnek, ezek a dolgok, akkor gondolom azt, hogy értelme volt annak a... Tehát azok a nüansznyi különbségek, amelyeket egy hallgató, a közönség adott esetben észre sem vesz, az nyilvánvaló, hogy tőlük ered. Azt nem azt, hogy nem veszi észre, hanem egyszerűen megérzi azt, hogy hű, ez most hozzám szólt. Nem csak szép volt, hanem az, hogy ó, ez átjött, ahogy szokták mondani. Nyilván Hamari Júlia és Kovács Kolos körülbelül ugyanezt adta neked. Abszolút, igen. Viszont az érdekel, hogy Oxfordban mit lehetett megtanulni. Mi volt az a plusz, amit ők adtak ott? Ez az Oxford, ez azt jelenti, hogy Nicholas Clapton onnan jött. Ugye onnit jött. Onnan jött, igen. Azt csak hittem, hogy mondjam, tehát vannak ilyen marketing fogások, amit így ki kell hangsúlyozni, hogy honnan érkezik a tanár esetleg, és ha netán félreértik, hogy ez Oxfordban történt, az alapvetően nem baj, de azért én kijavítom, hogy ez Budapesten történt továbbra is, elnézést. De a lényeg, hogy járt hozzánk ő tanítani. Hát nem véletlen mondjuk, hogy azért ő Oxfordban tanított, és hogy miket mindenhonnan, azt a picit, azt ami az egyiknek éppen nem mond semmit az egyik résztvevőnek, de nekem meg pont betalál. És ezek olyan kis dolgok néha, hogy utána így helyreáll egy ária, helyreáll az, hogy ezt hogyan is kellene megoldani. Ezekről szólnak, ezek műhelyi munkák. Ez a műhelyi munka segített abban is, hogy megtaláld a helyed az operaházban. Mert hogy a szerepek megtaláltak nyilvánvaló. Igen, tehát a habitusa az embernek ugye kialakul, és ahhoz szerencsés esetben megérkeznek a szerepek is. Bayreuth mennyit segített ebben, hiszen azért még mindig a 2000-es évek elején járunk. Igen. Bayreuth az egy érdekes kirándulás volt tulajdonképpen. Ott lehetőségem nyílt arra, hogy ott egy előéneklés kapcsán, ha méltónak találtatok, akkor elmehetek egy hétre Bayreuthba. Abban a szentélyben, ahol Wagnereket játszanak, és megnézhetem, hogy zajlik ott a Wagner színjátszás. Ráadásul még körbe is vezettek bennünket a színházban, és nagyon sok, nagyon érdekes kulisszatitkot sikerült megtapasztalni, látni, és azt a milliót átélni, ami ott körülveszi az embert. Ez szerintem egy fiatal énekesnek óriási élmény, hogy megérezze tényleg a Parnassusok csúcsát, hogy ott mi történik, hogy zajlik. Tehát azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen, ugye? Valahogy így. Tehát a szerepek megtaláltak. Melyek voltak a szerepálmaid, amikor még csak álmodoztál arról, ami aztán később nyilván megvalósult? Hát hála Istennek, hogy tényleg megvalósult. Ugye én Donizetti, Rossini, Mozart bariton hang vagyok, hogyha esetleg a Melis György neve ugye a hallgatóságnak ismerős. Amit ő énekelt, az általában az én hangfajom. Teljes mértékben, és hát a címszerepeket, hála Istennek, sikerült, vagy nagy szerepeket ezekből a darabokból eljátszani, tehát
a Sevillai Borbély Figaróját Szegeden sikerült még játszanom, aztán szintén Szegeden a Mozart Figaró házasságából a grófot sikerült alakítanom, Budapesten a Papagénót, több rendezésben is játszottam a Varázsvolából, tehát hogy akkor a Budapesten a Così fan tuttéból a Guglielmo szerepét is szívesen játszottam. Mikor jön el az a pillanat, amikor azt mondja a művész, hogy szeretnék kitekinteni más stílusban, másként, máshol, más csapattal, hiszen aki látogatja a honlapodat, az tudja, hogy nagyon széles körű az a stílus, amelyet képviselsz az operán kívül természetesen. Azt gondolom, hogy ez ha valakibe kódolva van, akkor ez tulajdonképpen a kezdetektől ott van az emberben, és amikor módja nyílik rá, akkor elindul abba az irányba is. Melyek a legfontosabb pillanatok, ha úgy tetszik, ebből a másfajta zenéből, másfajta éneklésből? A legfontosabb pillanat az mindig a soron következő koncert, vagy előadás, tehát hogy az mindig úgy zajlik, hogy az arra koncentrál az ember és fókuszál, de hát ami a szívemnek kedves, tehát én próbálok tényleg úgy vállalni előadásokat, koncerteket, ami tényleg a szívemhez közel áll. Ebben most az egyik a magánéletemben is nagyon fontos, és fontosnak tartom a keresztény értékeket, és így a keresztény zenének a fontossága az megkerülhetetlen. Tehát az oratóriumokra számomra is van. Ez akár az oratóriumokat is jelenti mindenképpen a koncertéletben, de egyébként a keresztény könnyű zenét is jelenti, hogyha ott tudok a hangommal csatlakozni és besegíteni esetleg különböző produkciókba, koncertekbe, akkor azt is nagyon szívesen teszem. De amire talán utalni szeretnél most, az a legújabb szerelmem és nekem felfedezés, bár ugye az újszülöttnek minden vicc új, hogyha Czerkowicz Béla nevét említem, ugye a század előről és a korai évtizedekből, hát ő egy olyan hatalmas hírnévnek örvendő zeneszerző, sanzon, kuplé szerző volt, akivel számomra öröm ismerkedni, és egyfolytában az olvasmány élményeimben kapkodom a fejem, hogy micsoda népszerűségnek örvendő. Varázslatos történet az övé mindenképpen. Igen. Hogy bukkantál rá? Tulajdonképpen egyszer csak szembe jött velem valahol az ő zenéje, és azt éreztem, hogy meg kell ismernem őt sokkal jobban. Aztán az antikváriumok egyikében, hála Istennek, a kezembe akadt egy könyv is róla, és hát teljesen rabul ejtett az a világ, ahol ő mozgott, és az, ahogyan ő dolgozott. És aztán pedig, ahogy ismerkedem ezzel a 1900-as évek elejé évtizedekkel, hát mindig kiderül valami érdekesség, valami újdonság, hogy a világ hány részén és hogyan kedvelték őt és játszották. Igen, hát ez motivál és felszabadít egyszerre. Abszolút mértékben. És van egy olyan vonulata is ennek a dolognak, hogy szintén egy olyan zenei hiátust szeretnék, remélem előbb, mint utóbb betölteni így a magyar zenei életbe, amit én azt látok, hogy örömmel venné egy bizonyos réteg biztosan, ahogy az ő dalai ma újra megszólaljanak olyan minőségben, olyan köntösben, ahogy esetleg eddig még nem történt, és ne csak esetleg az amerikai zenékre kelljen valakinek támaszkodnia, hogyha
hasonló stílust és minőséget szeretne kapni. Esik szó a családodról, hiszen nagyon-nagyon fontos a család egy művész életében. Így van. Olyan hátteret biztosít, ami teljességre törekszik ebben az értelemben is, hiszen a művésztársadalom számára is nagyon-nagyon fontos, hogy milyen háttere van. Igen. Most költöztetek Agárdra, nem régiben. Hát, ha 2006 nem régen vagyis, van, hát úgy akkor, értem, akkor hogy igen. Én legalábbis most értesültem róla, amikor egy közös barátunktól, Hadnagy Gábortól tudtuk meg, hogy hát Agárdon, én nem tudtam. Viszont kapva kaptam az alkalmon. Igen. Akkor, tehát folytassuk a családdal. Mi az, ami motivál, amikor tudod, hogy ott van mögötted a család, és azt hiszem, hogy ennél fontosabb nincs. Igen, tehát én azt gondolom, hogy én nagy családból származom, négyen vagyunk testvérek, és jelenleg kedves feleségemmel is négy gyermekünk van, és hogy azt gondolom, hogy ez az alapvetés, ami engem meghatároz, és aztán a művészi életem és annak minősége az ebből következik. Ebből eredeztethető. Így van. Beszéljünk a jövőképről, hiszen nyilván mindenkinek vannak álmai, tervei, és ráadásul a te életutad bizonyítja, hogy általában, sőt, nagy százalékban el is éred az álmaidat. Most például mi foglalkoztat, mi az, amit a közeljövőben szeretnél megvalósítani? Ez az imént említett Czerkovics Béla dalainak a felvétele egy big band zenekarral, ez lenne az, ami engem most így leginkább foglalkoztat, hogyha nem az operát nézzük, és a komoly zenei világot. Tehát, hogy ez egy olyan vonulata az életemnek, amivel most sokat foglalkozom, és egy önálló estet állítok ebből össze, ami egy zongoristával, Fornai Miklós barátommal, aki szintén Fehérváron dolgozik, és vele itt próbálunk, és hát előbb-utóbb lesz belőle egy nagyon kellemes önálló est. Mikor lesz premier? Gondolom, járjátok vele az országot majd. Ez úgy lesz, igen, tehát ez úgy lesz, hogy járjuk az országot. A premier dátuma nincs kitűzve, mert nekem most az a fontos, hogy itt is legyen időm a műhely munkára. Szoktuk mondani, hogy a határidő az a legjobb múzsa, és próbálom is azt mindenképpen, hogy ebben az évben, mondjuk az év közepén, vagy ősszel mindenképpen meglegyen ez a premier, de addig viszont nem akarom jobban behatárolni magam, mert a jó munkához idő kell, és ezt úgy tervezem, hogy ez egy olyan csiszolt gyémánt lesz, ami szeretném, hogy kiforjon mindenképpen. Ezt láthatjuk majd Fehérváron is? Mindenképpen. Jó, még egyetlen egy kérdés, a koronavírus járvány mennyire akadályozta a munkát, hiszen nyilvánvaló, hogy ez egy nehéz kérdés mindenkinek. Ez rettenetes volt. Tehát éppen akkor, amikor az országos zárlatot behirdették, akkor nekünk az operában volt főpróbánk. Tehát másnap lett volna a premierünk. És egy New Yorkból érkezett főszereplővel a Ments meg Uram című darabot játszottuk volna, és már aznap a főpróba is nagyon kétségessé vált, hogy meg tudjuk-e tartani. Aztán mindennek vége lett. Én nagyon élveztem az elején azt, hogy van ideje az ember hangjának egy kicsit regenerálódni, mert nagyon-nagyon túl voltunk hajtva abban az időszakban. De hát tudta az ember, hogy sajnos ez ennél sokkal komolyabb dolog, mint hogy most én egy kicsit pihengetek, hanem hogy itt egzisztenciákról is, életekről van szó. Hála Istennek, hogy amiről még nem esett szó, de nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy én a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek is a tagja vagyok.
immáron 12 éve, és így ott a rádió énekkarában is egy nagyon szisztematikus munka folyik, és rengeteg koncertünk van, de ebben a Covid járványban a zenei együttesektől, hogy érkezett a bevétel, így tudtunk például a színen maradni. No, hát én ehhez kívánok erőt, egészséget, sok munkát, hiszen a munka garantálja a sikert is. Egy ilyen úton a te utadon mindenképpen, és hát köszönöm szépen, és hát ígérem, hogy mi is majd meghirdetjük, amikor megérkezik ez nagyon a koncert, köszönöm. És ott leszünk. Köszönöm nagyon szépen. Köszönöm. Megtiszteltetés. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a fehérvári beszélgetést látták, vendégem Reznyák Róbert operaénekes volt. Minden jót minnyájuknak, viszontlátásra!